Köszöntöm Önöket! Nézzük a francia forradalmat mai szemmel. A Nyitott Egyetemben dr. Háner Péter előadását láthatják. Tartsanak velünk! Őszinte meghatottsággal köszöntök mindenkit, aki eljött, hogy meghallgasson, mint akik jelen vannak, mint akik a TV képernyői előtt kívánják meghallgatni a következő előadásomat. Mitől keletkezett a francia forradalom? Hát azt mondanám, hogy két egymástól függetlenül kialakult válság folyamat egymás kölcsösen felelősítő hatásából. 1770-es években kialakult egy rövid távú gazdasági válság, amelyet betetőzött 88-ban a képen látható területen végig suhanó, látják egy évvel a bászti bevétel előtt és egy nappal tornádó Franciaországban, mert nem az egész országban pusztítja el a gabonát, de Párizs körül biztosított, hogy a következő évben gyorsabban fogy majd el a gabona, és szállítani kell, és biztosan kevés lesz a gabona, fel fognak menni a kenyérárak, és a nép lázongani fog. Hagyományos gazdasági válság és a néptömegek aktivizálódása egybeesik egy szokatlanul nagy politikai válsággal, azzal, hogy itt láthatjuk az 1788 as állami költségvetést, balra a kiadások jobbra a bevételek, a kiadások 620 millió lív, bevételek 503 millió lív. És mint látjuk, a kiadások legnagyobb része ez az 50,5%-os ez az adósság törlesztését jelenti. Ezen változtatni kellett, és a monarchia reformokhoz folyamodik. 80 788 folyamán átfogó reformprogramot terjeszt a különböző kiváltságos csoportok elé. Ezek voltak a elő előkerülők gyűlése, a bíróságok és a tartományi rendek. Nem akartak rendi összehívni azonnal, de mind a három kiváltságos csoport azt mondja, nincs adózás képviselet nélkül. Ha ilyen átfogó reformokat kívánnak bevezetni, ehhez az egész ország képviseletnek a beleegyezésére szükség van. És a király az abszolút monarchia, beadja le, lemondását 1788-ba, összehívja a rendi gyűlést, elfogadja a képviselet elvét. Egy valami hozzájárul még a régi rendszer összeomlásához, ez a felvilágosodás hatása. A 18. századi franciák tökéletesen felszámolják a régi rendet, fehér lapot teremtenek, és ez a felvilágosodás hatásának tulajdonítható, mert ők már hittek abba, hogy meg lehet változtatni a világot és az új világ az nem csak más lesz, hanem feltétlenül jobb is. 1989 nyarán három forradalom zajlott le. Nem egymástól teljesen függetlenül, de különböző célral és különböző főszereplőkkel. Az első a rendi gyűlés forradalma volt. A rendi gyűlés átveszi a királytól a szuverén hatalmat, nem nevezhetjük ezt polgári forradalomnak, mert egy nemesi polgári papi elit vezette. Közismertek a híres tények, mely szerint ez a gyűlés, amikor a királyi beszédre készülve bezárták előtt a termüket, hogy átalakítsák, betegyék a tront, stb. Első felháború, és átmegy a közeli labdaházba, és esküdt hogy alkotmányt adnak Franciaországnak, akárhol összegyűlnek. Szerényen érzem meg, nem szokták a történelmi könyvek, senki sem hatalmazta fel őket erre. Amikor pedig a király végre elmondja a saját reformprogramját, bármilyen jót akar a király, tőle ezt a rendi gyűlés, most már nemzetgyűlésnek nevezik, nem fogadja el. És amikor köztudottan megérkezik a király küldötte, akkor Milából elmondja a híres szavakat, mi itt a nép akaratából vagyunk, és csak a szuronyok hatalmának engedünk. Vagyis a rendi gyűlés kisajátítja a szuverén hatalmat, nem fogad el a királytól utasításokat. Ez egy elég jelentős forradalom. A másik ezzel párhuzamosan lezajló forradalom a városok forradalma. A nép a kenyér hiány miatt nyugtalan és lázong, kiszabadítja a beböltönzött foglyokat, ezért a király nyugtalanság ellen hadsereget mert még tovább növeli ezt a nyugtalanságot természetesen. Semmi nyoma nincs annak a forrása, hogy a király fel akarta volna oszlatni a rendi gyűlést. 1789. július 12-én felkeléstől ki a Pálé olyába. A Párizsi városházán új előjáróságot és nemzetőséget választanak, és két nap múlva elfoglalják a bastille nem azért, mert ez a politikai foglyok börtöne volt, már réges régen nem voltak politikai foglyok Franciaországban, a franciák nem tekintették zsarnokságnak saját kormányrendszerüket. Francia városok országszerte követik Párizs példáját, a régi hatalom megsemmisül, központosítás képviselői visszatérnek a városokból, és ezzel párhuzamosan zajlik a harmadik forradalom, a vidék forradalma. Három oka van a ésség, a remény és a félelem. Itt is a magas élelmiszerárak, a gabona viszonylagos szűkössége a egyik mozgósító ok, de a másik a remény, a, az, hogy fél éven át képviselőt választottak a rendi gyűlésbe, és semmi sem történt. A parasztság országszerte fegyvert fog, ki ellen fordulhat? Csak a helyi hatalom ellen, a földesúri hatalom ellen. A hármas forradalom eredményeit 1789. augusztus 4-én pecsételik meg ezen a híres éjszakai ülésen alkotmányzó nemzetgyűlés, már így hívják a rendi gyűlést, ebben összegyűlt politikusok azt látják, hogy fél Franciaország lángokban áll, a nép mindenhol lázunk, tenni kell valamit, és megteszik azt, amit a felvilágosodás ideológiája számukra előílt, tökéletesen eltörlik a régi rendszert lemondanak a személyhez kötődő új jogokról, lemondanak a városi tartományi testületi kiváltságokról, a nemesség jogairól, a papi tizedről, a hivatalvásárlásról, gyakorlatilag tiszta lapot teremtenek, a hagyományos társadalmi politikai rend minden elemét felszámolják. A franciák mit váltak a rendi gyűléstől? Reformokat váltak, mit kaptak a franciák? A régi világuk teljes felszámolását és fölforgatását és augusztus 26-án az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatával pedig az új társadalmi politikai rendszer alapjait is lefektetik. Ez a híres nyilatkozat kimondja, az emberek szabadnak, egyenjogúnak születnek, azok is maradnak. Fontos eleme a nyilatkozatnak az a kijelentés, hogy minden hatalom forrása kizárólag a nemzet akarata lehet. Híres dokumentum már olyan társadalmat vetít elő, ahol nem a születés, hanem a tehetség és a vagyon előkelősége gyakorolja a politikai hatalmat. És itt újra hangsúlyoznom kell, hogy erre őket nem hatalmazta föl senki. A franciák mérsékelt reformokat váltak, teljesen felforgatták a világukat. A francia nemzetgyűlés képviselői a monarchia örököseként, mint az abszolút monarchia idején, hiszek abba, hogy a szuverenitás egységes. Tehát nincs helye a csoportérdeknek, részérdeknek, pártérdekeknek, nincs szükség pártokra, és fantasztikus ünnepségeket rendeznek, az ország lakosainak többsége pedig eközben egyre rosszabbul tűri hagyományos életviszonyának a teljes felforgatását. Idáig arról beszéltem, hogy mi okozta a forradalom kitörését, és lassan áttérjek hogy mi határozta meg a menetét. Mi határozta meg azt, hogy öt év alatt egyre jobban radikalizálódik. 89-94-ig kialakul a hatalom átvételnek sajátos mechanizmusa. Különböző csoportok sorra kijelentik, hogy a forradalomnak vége, amit eléltet, elélte, többre nincs szükség, sőt több veszélyes lenne. Egy csoportok ellenfelei a túllicitálás fegyveréhez folyamodnak. A forradalom elveinek, a szabadságnak és egyenlőségnek a tökéletesebb, teljesebb megvalósítását tűzik ki célul. A forradalom ellenségeinek a megbüntetését követelik, és a néptömegek mozgalmára támaszkodva megbuktatják ellenfeleiket, és a helyük lépnek. A túl licitálás technikáját pedig azt könnyítette meg, hogy a kormányzás problémái egyre sokasodtak. A forradalom ellenségeinek tábora egyre növekedett. Az igazi konfliktusokat a városok és falvak ellentéte okozta. Igazi konfliktusokat maga a forradalom hívja életre, nem azért robbannak ki az ellentétek, mert 89 előtt ezek hosszú távon élelődtek, a 89 ben hozott rossz döntések miatt. A forradalom önmagát gerjeszti. Az új törvényhozók intoleráns, agresszív módon vezetik be az újításokat, ügyet se vetve az általuk elmaradottnak, műveletlennek tekintett parasság igényeire. Közben bomlásnak indul a hadsereg, közben a városi aktivisták minden jelentéktelen eseményre erőszakkal, tüntetéssel reagálnak, összeesküvéssel gyanakodva. Ez mind-mind megnehezíti a forradalom lefékezését, konszolidálását. Két dolog viszont teljesen lehetetlené teszi két fantasztikusan rossz döntést hoz az alkotmányzó nemzetgyűlés 90-91 folyamán. Az egyik az egyházügy kérdése. Az egyház gyűlés megkérdezése nélkül egy egész egyházügyi törvénycsomagot létrehoz, teljesen átalakítják az egyház szervezetét, majd kötelezik a papokat, hogy esküdjenek föl erre. Ezzel az intoleráns lépéssel gyakorlatilag a francia papság felét és az őket követő hívőket is átűzték az ellenforradalom táborába. A másik katasztrofális lépés pénzügyi. Az adók nem folynak be, az állam adósságot valahogy fedezni kellene, ezért kitalálják azt, hogy kisejátítjuk a papság birtokait, ezt kötvényekért meg lehet vásárolni, a kötvények az asszinyáták. Pár hónap múlva kimondják, asszinyátáért lehet vásárolni is, egy egyre kisebb címletekbe adnak ki, egy papi a beváltható kötvényből papírpénz lesz egyre több és több beindul az infláció gépezete. Ez az inflációs döntés, hogy elárasztják a Franciaországot egyre értéktelenebb papírpénzzel, ez biztosítja, hogy a parasság nem hajlandó átadni terményeit, ezért aztán kik szenvednek meg a bérből, a fizetésből élők, mit fognak követelni, erőszakos intézkedéseket a harácsolók megbüntetését végső soron terolt, irányított gazdaságot és diktatúrát fognak követelni, ezen még jobban szétzilálják a gazdasági életet. És beindul a büntetés. 90-ben felosztatják a szerzetesendeket, 90-ben megszüntetik a nemesi hangot. 1791-ben erőszakkal elfogják a királyítását, és visszaszállítják őket Párizsba és csak akkor ültetik vissza a királyt a tónnyi, amikor elfogadja a 91-es alkotmányt. Tehát innentől kezdve a királya is gyanakodnak. A király is bűnbakká vált. Igazi bűnbak azonban a egyház. 91 őszén összeül a törvényhozó nemzetgyűlés, bejelentő, hogy minden vidéki zavargásokért papok és emigránsok a felelősök, és büntető intézkedéseket kell hozniuk ellenük. A háború nem más, mint a büntető intézkedések kiterjesztése a határokon kívülre. 91 őszén már arról van szó, hogy az emigránsokat a külföldi fejedelmek segítik, tehát föl kell lépni a külföldi fejedelmek ellen. Európa uralkodói nem akarnak háborút, egész mással vannak elfoglalva. A francia nemzetgyűlés provokálja a császát, 92 tavaszán hadat üzen a császárnak, a császár a szövetségben áll Poroszország is, tehát kiorban a háború. Bűnbakeresés logikusan vezet háborúig és polgárháborúig. Az első háborús kudarcok tovább erősítik az ellenségnek tekintett csoportok üldözését. Immár a királyi családot nyilvánítják ellenségnek. 92. augusztus 10-én megdöntik a királyságot. Államhatalom összeomlik, Párizsban börtönmészállásokra kerül sor, viszonylag kis létszámú a politikai foglyok aránya. A Válmi csatában nagy nehezen sikerül megállítani az országba benyomuló külföldi hadseregeket, és ezek egy idő elhagyják Franciaországot. Most a párizsi börtönmészállásokkal egy időben választják meg a nemzeti konvent képviselőit. A rendkívüli válság miatt a részvétel iszonyúan alacsony. Tehát egy forradalmi nemzetgyűlést a franciák forradalmi kisebbsége választ meg. És amikor 92. szeptember 21-én felszámolják a királyságot, a 749 fős konventből összesen 349-en szavaznak. Vagyis a kisebbség által megválasztott konventnek a kisebbsége tölje el a királyságot. Csoda, hogy a franciák többsége úgy érezte, hogy ehhez a hatalomhoz nincsen köze. A konvent képviselőit ez nem zavarta. Felvilágosodás hívei voltak, úgy vélekedtek nekik inkább az észszavára kell hallgatniuk, nem a nép akaratára. A Nemzeti Konvent folytatja a bűnbakkeresés politikáját, közvetlen kihívást intéz minden európai monarchia ellen, támogatást ígér minden népnek, amely ki akarja vívni szabadságát. Gyakorlatilag minden népet lázadásra szólít fel. Csoda, hogy Európa fegyvert fog Franciaország ellen. Ugyanilyen kihívásnak számított 16. Lajos Pele, egy totálisan koncepciós Pele, a királyt egész abszurd, abszurditásokkal vádolták meg, majd a király kivégzése. Ezzel biztosították, hogy 93 elején Össze-Európai Szövetség jött létre Franciaország ellen, pedig ekkor már csak a franciák kisebbsége támogatja a forradalmat. A társadalom túlnyomó többséget alkotó parasság. Az új adórendszer következtében több adót fizetett, mint 1989 előtt. Papjainak egy meg kellett válniuk, Fölháborítónak tartották. A nemzeti birtokán nyilvánított egyházi földek többségét a polgárság vette meg, nem a parasság. Az új hivatalok többségét a polgárok töltötték be. Keresztény ellenes kampány a parasságot háborította föl. Az élelmiszerek elkobzását, vagy papírpénzér való elvételét a parasság egyszerűen rablásnak tekintette. Utolsó csepp a pohába. 93 tavaszán a Nemzeti Konvent toborozni kezd, sorozni kezd előszakosan megköveteli, hogy a fiatalok egy része lépjen be a hadseregbe. A polgárok fiai a városokban maradnak, ők a nemzetőségnek lesznek a tagjai, otthon alszanak és nappal masíroznak és őrséget adnak. Ki megy el távoli fontokra harcolni? A parasztok fiai. Csoda, hogy a parasztság fiai azt mondják, ha már úgyis harcolni kell, maradok itthon, megyek az erdőbe, néha Hazatérhetek, és inkább a gyűlölt városiak, a kékek, a köztársaságpártiak ellen fogok fegyvert. Vandé megye felkörőinek mozgalma 93. márciusában komoly polgárháborúvá fajul. Tehát azt szokták mondani, hogy a terrorig és a diktatúráig három ok miatt jut el a kormány. Összeeurópai háború, első koalíció háborúja Franciaország ellen, jogos. Polgárháború Franciaországban, jogos. Néptömegek követelései. És a népi megmozdulás vett véget a hegypárt és a zsion küzdelmének. 1993 június 2-án párizsi fegyveresek közzelfogják közzelzárják a nemzeti konvent épületét, letartóztatják a zsion vezető képviselőit és két miniszterét. Ezek után a konventnek meg kell harcolnia nem csak a Parasztokkal, nem csak a külföldi hadseregekkel, de a térképen narancságával jelzett úgynevezett federalista felkelésekkel is. A fő döntő tényező azonban azt hiszem emögött mégiscsak a forradalmi mentalitás maga. Mert miért nem lehetett kiegyezni a parasztsággal? A Nemzeti Konvent, mikor meghalotta a palasztság felkelését, kimondja, akit fegyverrel a kézbe fognak el, helyibe agyon kell lőni. Egyetlen válasz minden külön vélemények a kivégzésük volt, mert hittek az egységes nemzetben, aki az egységes nemzettel szembeszáll, az csak bűnös lehet. Miért üzennek hadat egész Európának? Mert hisznek abban, hogy a nemzet egységes mindennel képes. Franciaország üzent hadat Európának, és nem folyt A néptömegek miért is nyugtalanok? Maguktól nem. A néptől azért nyugtalanok, mert a korábbi intézkedések miatt infláció van, és nincsen kenyér. Tehát valahol mindenképpen az összes tényező mögött, ami a terrort és diktatúrát kiváltotta, a forradalmi mentalitást, a forradalmi ideológiát találjuk meg, a nemzeti akarat egységét oszhatatlanságába vetett hitet. 93 nyarán kiépíthették a zsíron bukás után úgynevezett forradalmi kormányzatot, meghirdetik a papírpénz kényszerál folyamát, bevezetik a terrort 93 őszén, bevezetik az általános mozgósítást a 18-25 év közötti fiataloknak, minden testületet, hivatalnokot a közjóléti bizottság, 12 fős bizottság, a közbiztonsági bizottság 12 fő év együttműködve vezeti a francia forradalmi kormányzatot. Éltelmezte, hajtotta végre a törvényhozás rendeleteit, irányította a hadügyet, a külpolitikát, a rendőrséget, az élelmezést, és még törvényeket is javasoltott a Nemzeti Konvent számára. És ekkor már Franciaországban beindul a terrorgépezete, 93 őszétől nagyon egyenetlenül oszlik el a terror, a federalista fölkelések helyén, a polgárháborúk helyén, a parasztháborúk helyén, valamint a határok mentén van nagyon sok kivégzés. Ennek a bizottságnak a leghíresebb tagja és vezetője az Robespierre. Összes kollégája azt mondta, hogy a terror szükséges rossz győzelem után abba fogjuk hagyni. Robespierre volt az, aki egy ideológiát hoz létre, a terror szükséges, jó, az egységes, elényes, elkölcsös nemzet megteremtésnek az eszköz. Ezért a győzelem után sem szabad abba hagyni a terrort, hanem folytatni kell, amíg a jók, az elkölcsösek át nem veszik az uralmat az országba. Vajon a kivégzettek tényleg mind a forradalom ellenségei közül kerültek ki? Statisztikák szerint a, Akit ismerünk, az a 35-40 ezer fő, aki nagyjából tudjuk, hogy kik lehettek, a terror egy a börtönben elpusztult személyek 85% az egykori harmadik soraiból került ki. Vagyis nem nemes volt és nem pap. Ehhez járulnak a nyugati polgárháború áldozatai, a legalacsonyabb becslés szerint 120 ezeren, a legmagasabb becslés szerint 600 ezeren. Ma vagyunk középuton, mondjuk a francia forum áldozatainak valahol 200 és 300 ezer között lehettek. Ez elég magas szám, és túlnyomó többségük palaszt volt, vagy városi munkás. Akkor a terror osztályharc volt? Nem a francia forradalmi terror a polgárháború eszköze volt. Sokan elismerik a terror szörnyűségeit, de azt mondják, hogy mégiscsak hasznos volt, mert megmentette a forradalmat. 94-ben a Flőzi csatában Belgium elfoglalása után katonai szempontból terror feleslegessé válik, politikai vezetőket is megrémíti az a végigvitt terror, amelyet Robespierre testesített meg. Már a kormánybizottságok tagjai is szembefordulnak vele, 94. július 27-én egy drámai vita során letartóztatják, majd híveit kiszabadítják, a városházára viszik, ahol a konvent fegyveresei elfogják őt, és másnap ki is végzik. Itt hatalmas fordulat következik be. 94. második felében a, először látja be a forradalmi képviselet, hogy ő is hibázhatott. Felszámolja a terrort, felszámolja a diktatúrát, visszavonja a forradalmi kormányzat intézkedéseit. Nem ellenforradalmi fordulat, a forradalom vívmányai továbbra is védik a 94 utáni 5 év egyáltalán nem egy terméketlen önvédelme a polgárságnak. Nagyon sikeres időszak. A forradalom második öt éve idején sikerül szakítani a törvényhozó hatalom egy testületbe való koncentrálásának dogmájával. A 95-ös alkotmány bevezetésével végre megpróbálják megosztani a hatalmat két kamarás törvényhozó szerv között állandó választásokkal, megpróbálnak egy mérsékelt parlamentáris rendszert működtetni. Sőt, következő években megszabadulnak az államcsőd nyomásától, az állam adósságtól, új adópolitikát vezetnek be, ez hosszú távon érvényesül, már csak Bonaparte alatt le a sikereit. És az új rendszer mégis működésképtelen lesz. Miért? Azért, mert nem fogadhatja el a parlamentarizmus alaptételét, a választások tiszteletbe tartását. A franciák többsége nem köztársaságpárti. Ha szabadon választhat, el fogja söpörni a volt konvent tagokat, vissza fogja hívni a királyt, a király öcsét, királyságot fog, nem a régi rendszert, de legalábbis egy alkotmás monarhiát fog létrehozni, nyilván a királyi családból. Egy ilyen rendszerben a királygyilkos konvent tagoknak nem lesz helyük. Ezért sosem fogadhatják el a választások szabad eredményeit, ezért a következő öt évben arról szól a történet, hogy hol jobbra, hol balra csapnak le. 1795 elején, az utolsó népi mozgalmat vegyik amikor a nép betől a konvent épületébe, még a konvent ülésezik ekkor, levágott fejet nyújtanak az elnök felé, 95 tavaszán tehát egy csapás balra felszámolják a népi mozgalmat a hadsereg működtetésével. 95 őszén már a párizsiak jobboldali felkelését vegyik ve. 96-ban újra csapás balra, Babel vezetésével a szélső baloldaliak, összeesküvés szőnek, a vezetők már a kommunizmus megvalósítását elvezik el, a többség a forradalmi kormányzat visszaállítását, letartóztatják őket, kivégzik a két vezetőjüket. 97-ben választások. 97-es választásokon a rendszer annyira sikeres, hogy közben katonailag is győzelmet alatt, a sárgával jelzett területen testvér köztársákat hoz létre Franciaország számára, a rendszer befejezi az első koalíció háborúját győzelmesen, és mégsem tud megszilárdulni, mert újra és újra, hogy a képen látjuk, le kell tartóztatnia a különböző ellenfeleit. 97-re a választásokon győz a jobb oldal. Baloldali direktorok megijednek, letartóztatják a jobboldal vezetőit, megváltoztatják a választások eredményeit. 98-ban győz a baloldal. Ugyanez a mechanizmus megváltoztatni az eredményeket, soha nem fogadhatja el a rendszer a társadalom választásokon kinyilvánított akaratát. Akkor 99-re egy új háborús válság áll elő, akkor már sokan a Egyiptomból visszatérő Bonaparte tábornokot kérik meg, hogy segítsen egy újabb államcsint létrehozni. Nem akarnak ők rendszerváltást, ugyanolyan államcsínyt akarnak, mint korábban volt, de már megint katonai válsághelyzet van 99-re, Svájcban harcolnak ilyen jelenetekkel az Öldökhídon, és a párizsi nyugtalanság fölélénkül, vidéken ellenforradalmi törekvése, 99-re újra háborús forradalmi válság terrorról, diktatúráról ne essen szó, mit csináljunk, amit eddig. Eddig is megváltoztattuk a választások eredményeit. Megint egy korlátozott pucs, Bonaparte tábornokot segítségül kérik, a rendszert, amit eddig hagyott a jobb oldal, a baloldal, a néptömegek, a nemesek, a papok, a falusiak, a városiak, most maguk a politikusok hagyják cselbe. 99-e Bonaparte széthelgeti az 500-ak tanácsát. A képviselők maradékával aznap este Kinevez három idegenes konzult, az egyik ő maga. A politikusok azt várták, hogy csak megerősítik a rendszer végrehajtását. Valójában egy egész új rendszert hoz létre Bonaparte, a konzulátus rendszerét, amelyben már olyan nagy a hatalma az első konzulnak, hogy ez már monarchikus rendszer, amelyben már nincs helye az emberi jogok nyilatkozatának, és amelyben már a választásokon közzétett, akart a nemzeti listára került képviselők nem lesznek képviselők hanem a szenátus válogat fölülről, tehát nem érvényesül alulról a nemzeti szuverenitás, ez már nem a francia forradalom alapelve, ahol a hatalmat azok gyakorolják, akiket a nép megválaszt. Tehát ez az alkotmány a 99-es francia forradalom vége. Mit hozott tehát magával a forradalom? A társadalmi téren megerősítette a korábban lezajlott változásokat, nem a születés, hanem a vagyon előkelőségét ülteti hatalomba, Francia foron politikai következménye a legnyilvánvalóbbak, ezután egyetlen rendszer sem tagadhatja meg az állampolgárok törvényölti egyenlőségét. Egy rendszer sem nélkülözhet a választások útján összehívott törvényhozó képviseleti testület együttműködését. Forradalom gazdasági következményei ellentmondásosak, bizonyos intézkedésvel a forradalom elősegíti a kapitalizmus kibontakozását, más intézkedéseivel hátráltatja. Forradalom hadügyi következményei rendkívül nagy jelentőségűek, a háború most válik a társadalom ügyé, eddig a királyok ügye volt, de most megjelenik az általános hatkötelezettség, példát adnak az ország valamennyi erőforrásának a mozgósítására, hosszú távon a francia forradalom hadügyi reformjai a totális háború korát készítik elő forradalom hatalmas lendet ad a nemzeti fejlődésnek, kulturális következményei egészen riasztóak, megszületik néhány nagyszabású terv az általános köz köznevelése, ugyanakkor rengeteg érték kincs, kastély, kolostor semmisül meg, ideológiai téren pedig a forradalom a legkülönbözőbb, legellentétesebb tanok megfogalmazását hagyta az utókorra. Valamennyi 19-20. századi politikai irányzat megtalálhatta a maga előfutárait 89-99 között. Egyes történészek teljes joggal hasonlítják a francia forradalmat óriási ideológiai kohóhoz, amelyben a modern kor eszméit kovácsolták ki. Köszönöm szépen a figyelmet!